ezeknek a füves pusztáknak a legfontosabb üzenete jelenik meg a puszta ötös képében, és próbáljuk szinte megszentelni azt a földet lovakkal és emberi akarattal, ami majd az a történelmi élőkép lebonyolításra kerül. Az élőkép területének bemelegítése, rezgésbe hozása, és a puszta küldi az üzenetét, hogy próbáljunk odafigyelni, hangolódni mindarra, amit körülöttünk történni fog. Három kört, mennek a csikósok, elől a pusztaötös, a lovak lába, a lovak élete összefonódik a földdel, a lovak életével pedig a magyar ember élete fonódik össze. Lovas nemzet vagyunk, ébresszük együtt ezt a magyar földet, együtt, szeretett lovainkkal, akik harcban és békében végig kísérik a történelmünket. És most három körön, itt a nézők szeme láttára, visznek minket vissza a régmúltba. Ébresztik fel azt az érzést bennünk, ami tiszta érzés, ami olyan ősi szövetség, amit a Teremtő Isten előtt kötöttünk. A Föld, az élővilág, és benne az ember, a gondos gazda. A magyar ember, a csikós, a puszta ötös harmadik körét látjuk. Búcsúzunk a puszta ötöstől, a zárókörét tapssal kísérjük mindannyian. Ez a föld, a magyar föld fölébredt, ez a föld meg vagyon szentelve. Szabadság a csikósok, hajrá! No, ahogy az kell, fiú! Ereszétek ki őket! Ez a magyar lélek!